Kedves jelenlévők, a versenyre 22 erdésztechnikus nevezett, közülük nagy örömünkre hárman a határon túlról Erdélyből érkeztek. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a versenybírókat. A versenybizottság elnöke Andrésiné dr. Ambrus Ildikó. Az írásbeli feladaté dr. Rónai Ferenc, dr. Folc Tóbiás és Hocek László urak a Ródh Gyula Erdészeti Faipari Szakközépiskolából. Felismerés feladat Halápi Nándor András és Halápiné Kemény Zsuzsanna, Kis Ferenc Erdészeti Szakképzőiskola, illetve Kis Ferenc Alapítványtól. Koronglövészet és golyós lövészet feladatok Matakovics István és Sós András urak a Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági szakképzőiskolából. Élőfakészlet meghatározása körlap összeg méréssel. Káldi Lajos és Fetszer Zoltán urak a Somogy megyei kormányhivatal földművelésügyi és erdőgazdálkodási főosztálya erdészeti osztályától. Szállalás jelölés feladat. Dr. Takács László úr a Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági szakképzőiskolából, illetve Márványi Csaba úr a Somogy megyei kormányhivatal földművelésügyi és erdőgazdálkodási főosztályának főosztályvezető helyettese. Állományleírás feladat Nagy Zoltán és Lázár Tamás úr az erdészeti főosztálytól. Famagasság és térfogat becslés Luzsi József és dr. Sárvári János a MEGOSZ képviseletében. Választékolás feladat. Bütl Géza, a SEFAG nyugalmazott osztályvezetője, és Sisák Zoltán a Kis Ferenc Erdészeti Szakképzőiskolától. Erdőfelújítás leírása feladat. Lieszkowski Géza, a kormányhivatal főosztályának erdészeti osztályától, és dr. Varga Szabolcs a Nyugat-Magyarországi Egyetem erdőmérnöki karáról. Gyérítés jelölés feladat Nádas József, az erdészeti hatóság nyugalmazott igazgatója, és Borosán István, a SEFAG marcali erdészetének nyugalmazott igazgatója. Távolságbecslés trófea minősítés versenyszám Hercegfalviné Demeter Erzsébet asszony, a Somogy megyei kormányhivatal földművelésügyi és erdőgazdálkodási főosztályának főosztályvezetője. Simon Pál úr, nyugalmazott vadászati felügyelő. És Fehér Attila a Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági szakképzőiskolától. Röng számbavétel és sarang számbavétel feladatok. Horváth Elek nyugalmazott műszaki vezető, és Nagy Péter nyugalmazott kerületvezető erdész. És az utolsó versenyszám a közjóléti feladat, Smoczer András úr nyugalmazott vezérigazgató, és Májné Nánási Katalin a Somogy megyei kormányhivatal főosztályának és erdészeti osztályának képviseletében. Most a rajtszámhúzás következik, melyhez jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Filák Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig a versenybizottság elnökét Andrésiné dr. Ambrus Ildikó asszonyt és Smoczer András urat. Az itt látható dézsában 22 darab hal úszik, melyek közül a rendelkezésre álló horgászbottal kell kihalászni a zsákmányt, majd megfordítva a hal alján található a rajtszám. A számot fel kell mutatni és hangosan bemondani, majd utána a versenyzőnek a nevét is be kell mondani, ezután a jegyzőkönyvhöz kell fáradni, melyet alá kell írni, és ott megkapja a rajtszámot, amit fel kell venni, el kell helyeznie. A rajtszámhúzás után kérem a versenyzőket, hogy a nyakbaakasztóból a névkártyájukat azt tegyék belőre. És akkor most kérem a versenyzőket, illetve a jelenlevőket, hogy fáradjanak a dézsához.